Elkészültek a Szegedi Lézerközpont épületei. A világon egyedülálló központot Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László Szeged polgármestere közösen adta át. A 70 milliárd forintos, főként uniós forrásból megépült intézet a fizika, biológia, kémia, valamint az orvosi és anyagtudományok területén rendkívüli nagy időfelbontással végezhető kutatásokhoz biztosít a világon jelenleg egyedülálló infrastruktúrát. Magyarország modernkori történetének legnagyobb tudományos beruházása a Szegedi Lézerközpont. Ezekkel a szavakkal adta át az épületkomplexumot Orbán Viktor miniszterelnök. A központban folyó kutatások atomi folyamatokon alapuló technológiákat alapozhatnak majd meg, és új kivételes hatékonyságú eszközöket adhatnak más tudományterületek, így a biológia vagy az orvostudomány kezébe. Vannak olyan tudományos programjaink, amelyeket uniós támogatással, és vannak olyanok is, amelyeket szintisztán hazai forrásból finanszírozunk. Ilyen például a Nemzeti Agykutatási Program, és annak folytatása a Nemzeti Kvantum Technológiai Program, vagy a Nemzeti Digitális Gyártás Technológiai Program. Jelentsenek ezek akármit is. Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök jövő évi kihívója, Botka László Szeged polgármestere arról beszélt, hogy a kutatóközpont az Európai Unió egyetlen Magyarországon épülő tudományos nagyberuházása. 2009-ben döntött úgy az Európai Unió, hogy Szegedet választja és biztosítja a több mint 70 milliárd forintos beruházáshoz a 85%-os Európai Uniós finanszírozást. Egészen biztos, hogy ez egy korszakhatár, történelmi jelentőségű, ami hosszú évtizedekre fogja meghatározni Szeged város és a térség, sőt egész Magyarországnak a gazdaságát. Az intézet a fizika, a biológia, a kémia, valamint az orvosi és anyagtudományok területén rendkívül nagy időfelbontással végezhető kutatásokhoz biztosít a világon egyedülálló infrastruktúrát. Osvai Károly kutatástechnológiai igazgató a kutatások lényegét egy sötét szobában váratlanul felvillanó fényben készült fényképhez hasonlította, ahol egy pillanatra megmerevedik és láthatóvá válik minden. Így kell képzelni ezeket a folyamatokat is, amikkel dolgozunk, hogy az általunk előállított nagyon-nagyon rövid lézerimpulzus, és aztán a bokkeltezett tűnzett autoszegonomos impulzus nagyon-nagyon rövid időre mindegy megmereviti a képet. Tehát azt jelenti, hogy a fizikai folyamatok megmerevednek, lehet látni, ezt a fizikus kollégám most ne figyeljenek, de lehet majdnem látni azt, hogy hol van az elektron, ha nem is szó szerint, de műszerekkel, és így tudjuk feltérképezni, milyen a mozgás, milyen a dinamika. A Szegedi Központ a Csehországban és Romániában épülő lézerkutatási infrastruktúrákkal összekapcsolódva várhatóan 2019-től működik majd teljes kapacitással.